Székesfehérvári sikert hozott az elmúlt év utolsó hazai sakversenye. Szabó Krisztián megyénk egyetlen nemzetközi saknagymestere a Snell Magyar Bajnokságon december 30-án szerezte meg 12. hazai bajnoki címét. A Snell vagy Magyarul Villám Bajnokság sajátossága, hogy a játékosoknak minden partiban 5 perc tiszta játékidő áll a rendelkezésükre, hogy eldöntsék a játszmát. Így a 78 indulót számláló versenyt egy nap alatt rendezték meg. Krisztiánnal együtt összesen 7 nemzetközi nagymester ült az asztalhoz. Amit tovább emeli a diadal értékét. Gyakorlatilag az olimpiai válogatottat leszámítva szinte minden erős játékos részt vett, úgyhogy így különösen büszke vagyok az eredményemre. 11 fordulóból végül is 9 ponta, pont a fél előnyel nyertem meg a versenyt, két döntetlen is egyveresség volt. Krisztián jelenleg a magyar sakkolimpiai válogatott második számú tartaléka, de képességeiről mindent elmond, hogy Lékó Péter elemző partnere a már 6 éves kora óta a világos és sötét bábuk bűvületében élő fehérvári nagymester. 2012-re több célt is megfogalmazott a 22 éves fiatalember. Továbbra is az élőpontszámok gyűjtögetése. Minden, most 2550-et sikerült elérnem. Hát az a célom, hogy a 2012-es évben, hogy mindenképpen elérjem a 2600-at. Minden évben Moszkvában rendezik meg az év legerősebb Open, tehát nyílt versenyét. Moszkvában ez az úgynevezett Aeroflot Open, ahol nagyon szívesen játszanék, csak hát ez a verseny nagyon komoly költségekbe került. És a versenynek nagyon nagy érdekessége, hogy 2550 élő pontszám alattiak nem is játszhatnak a versenyen. Soha rosszabb évzárást és hasonló jó esztendőt kívánunk Krisztiánnak.